kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Lederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! 0630-011-0725-ös sorszámmal jelentkezik be az önkényes mérvadó Börzsei Dáviddal, Tasnádi Andrással a fedélzeten, én Horváth Oszkár vagyok. Rémlik egy sztori, talán a mafiózók mackónadrágban világított erre a történelmi tényre rá, hogy amikor igény volt arra, hogy Magyarországra is áramoljon be turistáktól külföldi tőke, tehát a lényeg az, hogy forintot vásároljanak, itt költsék el az idegen valutájukat, akkor meg kellett jelenjen a szállodai kínálatokban egy-két import termék, egy-két jobb minőségű ital és társai, és ezeket egy központi raktárból lehetett igényelni, és egész egyszerűen úgy adóztatták azokat a vendéglátóhelyeket a forgalmuk után, hogy mennyit vásároltak ebből erről a központi beszerzési helyről. Na most, ha kevesebb adót akartál fizetni, akkor csempészted azt az árut, és valahol ez így a jelenlegi magyar szervezet bűnözésnek egy ilyen születési pontja. Azt hiszem, hogy ez történik kicsiben némelyik moziban a következő hír szerint. Sajtóinformációk szerint a szemetesből visszaszedett popcornos és nachoszos dobozokból, illetve poharakból szolgálták ki a nézőket a Miskolc Pláza moziában a diákmunkán résztvevő fiatalok. A büfések a dobozokat és az üdítős poharakat ezután kimosták és újra töltötték, majd megtisztított állapotban adták el a termékeket a gyanútlan vevőknek. A mozihoz tartozó büfé üzemeltetőjének az eladott műanyagtartók, valamint a papírpoharak után kellett csak elszámolniuk a csalóknak. A Blik úgy tudja, az ország más városaiban is hasonlóan jártak el a mozis büfé eladói. Az érintetteket végül a plázákban lévő kamerák buktatták le. Tehát, Oszi, ezek szerint ezekből a diákmunkásokból kemény mafiózók lesznek? Hát minden képességük megvan rá egyelőre. Én miért vagyok olyan ember, hogy az első három reakcióm a 10-ből az, hogy fúj, hogy nem akarom kienni másnak a koszos körmű, most idéztem mondjuk Rubintrékát 20 évvel ezelőttről, keze által fogdosott popcorn maradékon előregedett kartonból a popcornt, miközben egyébként meg kimosták. Tehát, hogy értem, hogy velük szemben az az elszámolás alapja, hogy gyerekek, akkor most leszállítottunk 1500 popcornos tasakot, és amennyi tasak hiányzik, annyi popcornt adtatok el. Maga a popcorn, meg a chips gondolom eléggé megszámlálhatatlan ahhoz, hogy egy kicsit ügyeskedjenek az adagokkal, de hát ehhez saját konténert kell eladniuk. Nagyon hasonlatos ez ahhoz a vendéglátóiparban bevett, vagy talán régebben jól működő módszerhez, hogy ugye minden este bevittek egy-két üveg saját piát, és az első vodkákat, viszkiket a sajátból adták el, nyilván készpénzre, saját zsebre, és amikor az elfogyott, onnantól dolgoztak a szórakozó helynek, aminek a pultja mögött állnak. Meg hát meg mindig egy ilyen bevett szokás, vagy körülbelül másfél-két éve nekem a húgom hívta fel a figyelmet, hogy elmentünk egy étterembe, és amikor kérsz egy kólát, valahogy ott mindig ilyen nagyon szürreálisan drágák az ilyen két decis kólák, akkor, hogyha megnézed, nem ugyanaddig van töltve, és már kinyitva hozzák neked az üveget, amiben adják, és el is viszik a végén, tehát, hogy valószínűleg azt ott nem kinyitották. De el kell vigyék, tehát az üveg az ott számolk, azt visszaszolgáltatják. De nem is ugyanannyi volt benne. A termékdíj, vagy valamilyen adó, az kedvező, ha nem műanyag flakonos üdítőket szolgálnak fel. De biztos, hogy azt nem újra töltik? Tehát, hogy tényleg nem ugyanannyi volt benne, amikor, de nem, hogy nem ugyanannyi volt benne, amikor kihozták. Hát ezt el tudjuk képzelni, tehát él még az a mém a 80-as éveket megfigyelvén, hogy az ásványvíz az úgy nyílik, hogy a pincér mozdul egyet a kezével, és sziszeg egyet a szájával.
Tehát, hogy valójában ezt a pavlovi reflexet és nyáltermelést kiváltó hangot, hogy itt az üdítő pillanatok mindjárt megkezdődnek, ezt ő ilyen hangutánzóként hozzáadta az eseményhez, hiszen egy megtöltött üveg volt nála, de az sem volt ritka, hogy a konyhán megrendelt egy roseibnit és egy rizibizit, de csak egy adag rántott húst, mert az kettő szelet volt, és amíg vitte ki, így átcsúsztatta az egyik szeletet a másik tányéra, jó esetben, rosszabb esetben a zsebében, addig bufferben tartotta azt a rántott húst, amíg egy következő vendég nem kért egy rántott húst, és az is csak egy szeletet kapott. Tehát ahol le lehetett csapni a kamionról leeső árura, és előidézni az árut, amint leesik a kamionról, az ember lecsapott. Jellemző a modern médiára, meg Magyarországra is, hogy itt van egy kicsi ország, ami méltán büszke lehet a korrupció nagyságrendjére és intenzitására, és minden napra jutna szerintem kb. Ennél ötször fajsúlyosabb történet, ami nem üti meg a sajtónak az inger küszöbét, de így, hogy akár te is ehettél az, de, tehát az, hogy a te adódat ellopták, téged kifosztottak, téged hülyére, palira vettek a bankban, itt-ott, biztosítónál. Ki tudja, hol a nyugdíjad. Ki tudja, hol, az nem annyira átélhető, mint hogy az a nachos műanyag az használt volt, és elmosta valaki előtted, és nem a teljesen a gyári szallagról lejött nachos dobozba, hanem egy elmosott nachos dobozból etted meg a nachót. De ez nem azért van, mint volt az a kvízműsor, ahol nem az volt, hogy mennyit nyersz rajta, hanem hogy az elején odaadnak 40 milliót, és ilyen csapóajtókra rakosgatott fel. És az volt a lényeg, hogy minimum nem tudom én hány milliót kellett raknod valamelyik csapóajtóra, tehát hogy így meg kellett osztanod meg mindent, és így elveszíthettél, vagy bekockáztathattad, hogyha nem voltál benne biztos, akkor az egyik az fixen el fog veszni, mert a három csapóajtó lenyílik a négyből. És ott valahogy az ember hazament, mit tudom én, a 40 millió forinttal ugye indult, és 7 millió forinttal hazament szomorúan, pedig hát nyert 7 millió forintot, amit egy másik játék esetében, hogyha nulláról nyert volna ugyanennyit, akkor teljesen örömmel fogadott volna. Itt nem ugyanezt történik, hogyha van valami olyan csibészség veled, amit úgy követtek el, hát akkor hívjuk így, hogy csibészség, hogy valójában közvetlenül téged nem érintett, nem raktad bele a kis kezeddel a szádba, és tuszkoltad le a popcornt a torkodon a nyelveddel, hanem valahogy így létezik így ez az adózás. Tehát ezek a dolgok, amiket a könyvelők csinálnak, és valójában senki nem tudja, hogy mi az, hogy ott így létezik ez az összeg, valahol lebeg az éterben, még csak nem is készpénz már, hanem valahol létezik a felhőben egy bankkártyán. Én se tudom, hogy működik. Ezek sokkal nehezebben megfogható dolgok, hiszen ez soha nem volt a tiéd. Amikor hol van a nyugdíjad, amikor valamire rászámolják az áfát, az soha nem volt a tiéd, ez nem egy olyan dolog, amit kézzel meg tudsz fogni, és nincs akkora hírértéke, mint amikor azt mondják neked, hogy te a saját kezeddel beleraktad a saját szádba. De itt a pénzzel a mozit rövidítették meg, míg a higiéniával pedig minket. Miközben kimosták. Tehát, hogy valójában mennyivel volt tisztább egy karton valami, vagy egy ilyen tömbben leszállít. Tehát, hogy tudod, nem egy laboratóriumi tisztaságú valamiről beszélünk, tehát elmosta, akkor rendben van. Szerintem se érte olyan nagyon nagy sérelem a felhasználókat. De hogy nem lenne erre egy jó megoldás az, hogyha nem eldobhatós tartókban, vagy tárolókban adnák ezeket. Ha ez drágább, az elmosás eleve benne lenne, igen, a papíron. Drágább lenne, mint az ilyen fesztiválon a poharak. Hogy drágább lenne, mit tudom én, 500 forinttal kifizeted a popcorn tartó küblidet, ami 500 forintba kerül, és majd amikor... Úristen, rettenetes és lenne. De várj, nem, mert utána, amikor mész ki a filmről, leadod, és visszaadják ez az 500 lenne forintot. Ez lenne ahogy még egyszer sorba áll az egész terem közönsége, hogy visszakapja a pénzét. Ugye rengetegen kidobnák, ami egyrészt valahol pazarlás, de egyébként meg de jó bevétel, de... igen. Hát ha ezen egyébként keres a hely, akkor bevétel, úgy dobálnák ki, ahogy van, akkor még környezetszennyezőbb vagy, mert egy sokkal masszívabb műanyagból készült valamit dobsz el, illetve azért ezek a kicsit ilyen füstösen áttetsző repohárnak nevezett tartós poharak, amiket visszaválthatsz a kasszánál, vagy ott hagyott borravalónak, tök mindegy, de így nincs szívet kidobni. Az nem tudom, hogy mennyire gusztusos, amikor abból próbálsz enni.
A popcornhoz ugye papírtasak tartozik, vagy egy ilyen kis dobozka, a nachoshoz meg valóban egy ilyen vékony nyomott műanyag. De volt ilyen a KFC-ben is egyébként, hogy nem a papírkosárban adták, hanem vehettél a fémből egy ilyen valami alumínium, vagy nem tudom mi volt az kosarat, és akkor azt bevitted, és akkor az úgy jó volt. Egész elképesztő. Tehát akkor vigye mindenki a kis ivókulacsát, amiben a vizet szokta hurcibálni, és akkor abba belenyomják a sajtzószt alulra, és fölé a nachoszt. Hogy nem veszi meg 1700 forintért a páros menüt, hanem elmegy a Spárba, és a már... Kabátja alatt becsempészik egy M&M-t, meg a kis mini kolbászokat, ilyen csípős kolbászt, meg minden. Mi is beemeltünk, de ilyen 30 centis Subway szendvicseket, még amikor külföldön minden nap másik megyébe jártunk moziba. Viszont a mozi ugyan kinyithatná azt, hogy tudjátok, mint akkor hozzatok akármilyen kaját. Ültem én úgy a Corbin moziban, hogy zörgős papírból grillcsirkét ettek mellettem, csak azt is fel kell fogni, hogy ez egy ilyen fura megfogalmazás itt, hogy a mozihoz tartozó büfé. Te oda nem moziba mész, hanem büfébe. Tehát nagyjából elköltesz 1500, uszkve 2200 forintot mozi jegyre, attól függ, hogy hol mozizol mondjuk, és elköltesz körülbelül ennyit egy büfézésre, vagy nem tudom, hogy néznek ki a számok, de nem 1000 alatt. Tehát ilyen 1000 és 2500 forint között, attól függ, hogy mennyire vagy torkos, meg veszel-e még mellé csokit, vagy milyen üdítőt. Csak úgy a példa kedvéért mondjuk azt, hogy a mozi jegyed ugyanannyiba kerül, mint a büfézésed, viszont a büfének a költség oldala jóval kevesebb a mozi számára, igen, mint a mozi jegynek a költség oldala, mert a óriási licencdíj van. A nachos, megérted, nem 400 meg 700 forintba kerül néhány darab kukoricalisztes tortilla. De ez egyben egy biznisz, tehát... Így éri meg nekik plázában mozit üzemeltetni, és nem a Vörös Október utca 117-ben. Meg lehet, hogy így tudják ennyire adni a mozi jegyet, hogy a közben ott van a büféből egy komoly bevétel. Nekem ami a hírrel kapcsolatban a másik tanulság, hogy valójában a magyar sajtó azt teljesen lesporolta azt az oknyomozói munkát, ami szerintem két telefon lett volna, hogy kb. Kideríteni, hogy ez az ügy ez miről szól. Arról szól, hogy vannak diákmunkások, akik meglopják tulajdonost, átverik a vásárlókat, kis gézengúzók vagy potenciális mafiózók, attól függ, hogy honnan nézzük, de a lényeg, hogy tudjuk, hogy ők a gyűlöletcsoport, akit utálnunk kell, vagy, mert felmerül a másik lehetőség, erre is voltak ugyanis célzások a történetben, hogy azért kényszerültek a diákmunkások ezekre a módszerekre, mert valahogy a nem tudom milyen elszámolás kapcsán, hogyha mit tudom én, megsérült egy doboz, megsérült egy ilyen műanyag kurbli, akkor ő neki az egész fizetéséből, tehát mint hogyha minden, tehát nem a műanyag tálat vonták le, a műanyag tálnak az 5 forintos értékét, hanem a teljes menünek az értékét. Az eladási értékét, aha, miközben nem is szolgált ki. És hogy kvázi így rá voltak kényszerítve. Mm. Tehát, hogy itt nem teljesen egyértelmű, hogy ki a rossz fiú, ugyanis a második esetben, meg mindenképpen azért felmerül az, hogy valahol teljesen érthető, hogy így módon lázadsz egy igazságtalan rendszer ellen. Sőt, hát tovább megyünk, azért alapvető felelőssége mégis csak a mozinak lenne azért, hogy oda bemennek az emberek, és ott olyan minőségű szolgáltatást kapjanak, amit megfizetnek, és hogyha ennek az az ára, hogy nem diákmunkásokat alkalmazunk, mit tudom én, óránként 800 forintért, hát akkor ezzel szembesülni kéne, és le kéne vonni a konzekvenciákat. Uh-huh. Hát ezzel szemben az eltört tálcák bakerülő komplett menü árát vonják le, nem a konzekvenciákat. Engem az is érdekelne, hogy itt milyen volumenről van szó. Tehát, hogy összeszerveződött ez a megoldás, de hogy mondjuk, hogy egy nap megsérül 27 ilyen tartó, akkor kivettek 27 ilyen tartót a szemetesből, ami még egész jól nézett ki. Vagy azt mondták, hogy gyerekek, ha ez már így működik, akkor naponta itt elfogy 1200 adag mondjuk popcorn, ahogy itt csináljuk ezt a köbméter popcorn, tudod, ahonnan kilapátolják, abban fel sem tűnik olyan 9-15%,
akkor legyen pofánk 100-150 konténert visszalopni abból a szemetesből, ne csak a 27-et, amit így el szoktunk bukni. Mert ez is választathat a kérdésre, hogy ő próbálja ezt az ő pénztárcájához mérten igazságtalan levonást kompenzálni, vagy ebből lett egy bevételi forrás, és benne van a teljes személyzet egyébként. Mert tudod, hol keresi meg a bevételt? Egy csomóan kártyával fizetnek, ha készpénzzel fizetsz, hát akkor is azt érte. Lehet. De akkor ők olyankor nem adtak blokkot, tehát az is kemény, ha mondjuk itt pont egy NAV ellenőrnél süti ezt el, mert akkor megy a bírság az üzletnek, ahol ő dolgozik, miközben ő ezt totál saját szakára csinálta. De nem lehet, hogy sztornózott? Nem tudom, mi az a sztornó, tehát én csak hallom a Tesco-ban, hogy Erika lesz egy sztornó, de hát amúgy nem tudom, mi az. De azt is látod, azért a kulcsos ember az Erika jön, hogy lehessen sztornózni, mert különben mindenki a pénztárgép mögé nyúlogatna, kinyitni azt a fiókot, meg tudod, 10 tranzakcióból 2 sztornó lenne, hogy mi van, gyerekek, nem tudunk írni? Ez nagyon furcsa, hogy ennyi a sztornó. De nyilván megvan ennek a módszere, most valahol egy moziban dolgozó röhög, hogy milyen volt, hogy ez 2 kattintás. Aha. Lehetséges. Nekem emlékszem, középiskolában volt egy osztálytársam, akinek a barátnője az valami fagyisnál dolgozott a Moszkva téren, és az volt a koncepció, hogy oda lehetett menni, kérni egy 2 gombóc fagylaltot, adtunk 1000-est, és 10000-ből adott vissza. És ezt mit tudom, 3-szor eljátszotta egy nap. Volt ilyen is. De én nem vettem részt a cselekményben. Ezt értem, hogy onnan kilapátolnak pénzt, de mert ott olyan volt a cukrászda gazdája, hogy gyerekek, egy nap 3-szor elronthatjátok? Vagy így, vagy egy nap 30000-rel nem stimmelhet a kassa, és a fölött vonjuk le tőletek? Nyilván egy ponton túl biztonsági szabályokat vezettek. Ez ilyen kvóta kereskedelem tulajdonképpen, mert neki van egy napi tévedési kvótája, de ő jól számol, ezért a tévedési kvótát megtarthatja. És ez valahol így idézőjelben mondom, hogy nem bűn, mert egy csomószor így úgy van vele a tulajdonos, hogy úgysem tud ott állni 0-24-ben a feje fölött, ezért nem azt mondja, hogy számoljunk el a bevétel, hanem nekem termelj meg egy nap ennyit, és ami a fölött van, az a tiéd, ezt mondja mondjuk az üzletvezetőnek. És akkor mindjárt az van, hogy máshogy állnak föl az érdekek azzal kapcsolatban, hogy hány százalékot lop ki, hogy egy bizonyos ideig a te érdekedet kell képviselje, utána pedig az övét, mert egyszerűen különben te kell, hogy dolgozzál mind a 20 pozíción, amit nyitottál az üzletedben, az meg úgysem fog menni. A korrupció az üzleti terv része, ne. És aztán láttuk, hogy mi lett belőle. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. Csütörtökön a rövid program után vezető Kamila Valiéva alaposan elrontotta a szabadkorcsolyázást a nők versenyében, és lecsúszott a 4. helyre. Amikor a teljesen összezuhant 15 éves lány lefelé korcsolyázott a jégről, edzőnője Eteri Tudbilic ezekkel a szavakkal fogadta, amit pekhére az Eurosport mikrofonja is rögzített. Miért adtad fel? Magyarázd meg nekem miért? Miért nem küzdöttél tovább? Valamikor az elrontott Axel után elengedted az egészet. Ezek után formált vélemény Thomas Bach Nobel-nök egy nemzetközi sajtóértekezleten valahogy így. Hihetetlenül hidegen fogadta a jégről lekorcsolyázó kislányt az orosz tábor. Ahelyett, hogy vigasztalták, bátorították volna, megfagyott ködlötte a levegő. Számomra mindez sokkoló volt. Az orosz küldöttség visszautasította a Nobel-nök szavait és arra emlékeztettek, hogy a fiatal lány meghurcolása egy dopingvédség kapcsán az olimpia alatt valójában bullying volt, és ez roppantotta össze a versenyzőt. Megmondom őszintén, hogy keringett itt még a futball kapcsán egy ilyen copypasta az interneten mindenhol, ahol valaki a cirkusszal hasonlította össze, hogy nem érti, hogy miért ennyire fontos ez a nemzeti öntudatnak a foci, mert hogy olyan nincsen, hogy emberek ilyen egybeálló kopasz csávók így mennek, hogy mocskos fővárosi nagy cirkusz, és akkor így... Zoli Bohócos bejegyzés, ez igen. Tehát ez nem rádió kompatibilis, de keressetek rá. Nekem egy kicsit tehát azért működik nekem ez, meg azért jó hasonlat, vagy viszonyítási alap szerintem a cirkusz meg a sport, mert tulajdonképpen egyikből sem következik semmi. És az egyik az szerintem annyira komolyan van véve.
aláírom, hogy ezek az emberek, ezek a sportolók olyan dolgokat érnek el, olyan dolgokat tesznek, amikre én nem lennék képes, senki más nem lenne képes, de hasznos ez? Van ennek bármi olyan tartalma, mint mondjuk a kultúrában, akár egy zeneszámnak, egy versnek, vagy valaminek, amiből azért következik valami? Tehát, hogy, hogy ne lenne hasznos? Hát gondolj be, egyébként az, hogy, hogy semmi nem következik semmiből, hát azért következik a cirkuszba is, produkció van, szórakozás van, egy csomó élményt kapnak a gyerekek. A sportban meg egész egyszerűen az élsport az, azért az emberi testnek egyfajta nem is tudom, laboratóriuma. Mit lehet kihozni az emberi testből, hogyan? Amit 20 évvel ezelőtt az élsportolók csináltak, lehet, hogy elmész spinningelni, elmész bármilyen edzőterembe, azt a tudást, azt a tapasztalatot fogod hasznosítani, amit élsportolók tettek le az asztalra. Ugyanígy a skandináv filozófia PhD az így, tudod, a határvidékét keresi a szellem, meg munkálásának úgy ugyanez a művelet létezik a testen, és ugyanez létezik elvileg a lelken is. Nem hiszem, hogy az egyik hátrébb való volna, mint a másik. Csak azért, mert engem kevésbé szórakoztat. Elmondom, hogy miért hiszem. Tehát egyrészt értem, amit a cirkuszról mondtál, de pont azért vicces ez az Oli Bohócos hasonlat, mert a cirkusz nincs komolyan véve. Itt meg emberek, polgárháború. Miért gondolod, hogy nincs a cirkusz? Szerinted az a légtornász, aki kimegy, és az emberek biztos... nem veszik komolyan. Tehát az emberek azért mennek el cirkuszba, mert elvisszük a gyereket, megmutatjuk neki, hát akkor már maradjunk az Oli Bohócnál, meg megmutatjuk neki az egyszemű, féllábú, nem tudom én... Az, hogy az emberek az, hogy nem veszik komolyan is egy könnyed szórakozásnak fogják fel azt az elképesztő munkát, ami mondjuk egy cirkuszi produkció mögött van, az maga a produkció sikere. Az egy fantasztikus dolog, hiszen ők azt akarják, hogy te szórakozzál. De ez jól van így szerintem. És teljesen jól van így. Igen, a cirkusszal kapcsolatban, ezt mondom, a sporttal kapcsolatban nem értem. És amit meg, te vagy, aki ráfeszülsz a sportra, te vagy az, akinek valami problémája van vele. Tehát nyilván, hogyha az embert nem érdekli a cirkusz, nem fogad. A sporttal van bajom. Azzal van bajom, ahogy az emberek kezelik a sportot. Hogy ez nem olyatán módon váltotta fel a csatatéren történő gyilkolászásokat az országok között, meg a megmérkőzést a másik ország ellen, vagy a másik csapat ellen, hogy tehát azt sikerült elérnie, hogy ott a színpadon, a küzdőtéren, a sportpályán, ott az emberek már nem ölik le egymást. Csak hogy ezt a szektás véresen komolyan vett polgárháborús hangulatot, amiket látunk foci meccseken, ahol a játék élvezeténél sokkal fontosabb az embereknek a saját csapatuk győzelme egy csomó esetben. Ott nem értem ennek a komolyan vehetőségét. Az, amit meg mondtál, hogy a szellemedet valami munkája, ez meg a testedet, ott azt meg azért nem érzem egy jó példának, mert amikor valaki nem tornász, hanem költő, vagy filozófus, akkor azzal, hogy ő azt a valamit lerakja, a te szellemedet, az összes befogadó szellemét műveli. Attól, hogy valaki tornász, vagy nem tudom, lólengő, vagy curling játékos, vagy akár sakkozó, a te testedet nem fogja művelni. Ügyes, de fogja. Tehát, hogy az én szellememet nem műveli annak a költőnek a verse, amit nem olvastam el. Ugyanígy az élsportoló, aki valamit megmozdít bennem, és azt mondom, hogy én ugyanennek a töredékére, de képes szeretnék lenni, és utánozni fogom, akkor én is fogok mozogni, és azzal a testemmel egy picit utánoztam, és ez az ő művelete bennem. Tehát amikor nem csak emelék csak hallani egy verset, meg így a szemed sarkából látni, hanem belegondolsz, átérzed, értelmezed, többször elolvasod, és ezzel ugyanúgy munkát végeztél annak érdekében, hogy befogadd a sporttal kapcsolatban ez a munka, vagy a chipses, sörös, anyázós üvöltözés, hogy nézem, vagy pedig azt, hogy nekem is van kedvem szerdánként lemenni a térre a 6 haverommal, és mi is egy kicsit focizunk, nem ugyanazon a színvonalon, de így rávett arra, hogy én is szaladgáljak egy labdával. De abban a pillanatban, hogy te most azt mondtad, hogy inspirál téged a sport, és ezzel tudja a te testedet ez művelni, abban a pillanatban már te is jogosan veszed komolyan, de ekkor már te is sportoló vagy. Tehát, hogy amikor meg egy verset veszel komolyan, nem kell, hogy költő legyél ehhez. Tehát te maradhatsz ugyanúgy befogadó. Az én problémám nem azzal van, hogyha egy cirkuszi előadó, vagy hogyha egy sportoló komolyan veszi a saját területét,
mint például, hogyha lemész a térre focizni a srácokkal, hogyha azt komolyan veszed, meg azt érzed, hogy neked most, te most dolgozol a saját tested karbantartásán, de amikor te nem a művelője vagy ennek, csupán a befogadója, akkor nem értem. Tehát tényleg most én nem agresszióval vagy ellenszemvel állok, különösen nem a sportokhoz egyébként, hanem nem a sportokhoz. A sportoknak a szurkolókhoz. A megítéléséhez. A szurkolókhoz. Egyébként ez a téli olimpia, ami tényleg az olimpiák történetének az egyik legnyomorúságosabbja volt, az tényleg minden kritikát joggal hoz elő, hisz itt felvonulódott az élsportnak minden nyűgje baja. Tehát kezdve azzal, ugye, hogy ebbe az orosz-ukrán vagy orosz-amerikai hidegháborús hangulatra lett az egész hangszerelve, folytatódva azzal, hogy ez a Kamila Valijeva doping sztoria, ami hát nagyon sok szempontból érdekes, meg ijesztő, ugye arról van szó, hogy egy 15 éves kislány az, akit doppingoláson kaptak, és aki azt mondta, hogy hát, hogy az a szívgyógyszer azért került az ő szervezetébe, mert véletlenül a nagyapjának a szívgyógyszerét bevette. De mindjárt hármat is, ha jól tudom. Ja, és igen, ott bukott meg a történet, hogy három különböző szívgyógyszer is volt a szervezetébe. Pedig csak két nagyapája van. Igen, aztán erre jött rá, hogy az orosz sportbíróság úgy döntött, hogy ez egy teljesen valid. De ez egy decemberi sztori, igaz? Igen, de kitart máig, ugyanis az történt, hogy az oroszok azt mondták decemberben, hogy itt minden rendben, nincs semmi látnivaló, hát a nagyapának megette a gyógyszerét, kivel nem fordult elő még ilyen. Majd a Nemzetközi Sportbíróság azt mondta, hogy hát, hogy azért ez annyira nem jó, talán ne induljon az olimpián, majd ezt megtámadták, mégis indulhat az olimpián, mert még nincsen B-próba, meg nem tudom, és minden versenyszám úgy ment le, hogy valójában végig nézted a versenyt, és hogyha a Valijeva harmadik, vagy első lett volna, akkor sincsen eredmény hirdetve, mert vagyis eredmény van hirdetve, de az az eredmény nyilván a későbbi eljárások folyamán módosulhat. Aztán ezután történik az, hogy ugyanez az orosz kislány az irtózatos nyomás alatt, amit elszenved, hiszen ő egymaga képviselte a nemzetközi sajtóban azt a gonosz Oroszországot, amelyik kijátsza a szabályokat, amelyik agresszív, amelyik nem törődik, akinek nincsen etikája. Ez a kislány összeomlik a döntőben. És előveszük az edzőt kényelmesen azonnal. Nem, az edző őt veszi elő. Hát kijön a kislány, és az edző, hát most én elhiszem, hogy nyilván az ő munkája is, nyilván ő is ideges, de hát egy 15 éves gyereket ezek után nem magadhoz ölelni, nem megveregetni, hogy Istenem, van ilyen, majd legközelebb jobb lesz, hanem jól leteremteni, az tényleg elég durva volt, amire egyből ugrik a Nobel-nök, mindjárt a Nobel-nök, aki mindjárt az egész orosz küldöttséget leteremti. Aki ugye német, azért tegyük hozzá, tehát hogy itt nem tudom, mennyire zárkoztak el a diplomáciától, de ez már az, amikor ő ezzel szemben felszólal. Amúgy én elmosolyodom itt, hogy a téli olimpia kapcsán ilyen fogalmak kerülnek elő, hogy hidegháború, meg hogy megfagyott a levegő. Tehát, hogy mi de más? Miért? Hát nem tudom, hogy fagy meg a levegő, hát egy jégcsarnokban vagyunk. De én azon is elmosolyodom, hogy miért baj, hogy elesett végül is szabad korcsolyázás. Tudod, így benne kéne legyen. Rádiós nevetés. Ja, játsz be egyet. Amúgy mennyire igazságos ez még mindig, ez mindig felmerül az összes ilyen táncversennyel, vagy jégtánccal kapcsolatban, vagy ilyen formagyakorlat, vagy talajgyakorlat, hogy más nem mondjak, tudod, ahol pontozással döntik el, hogy mi a helyzet. Bár az a pontozás az elvileg olyan, mint amit az előbb említettél, a 40 milliós nyeremény, hogy vesztesz be, tehát 10-ről indul. Nem azt mondják, hogy hát ez olyan, hogy megnézel egy filmet, és akkor hányast adnál rá az IMDb-n, hanem úgy indulsz, hogy 10, és hát egy kicsit ott megbicsaklott, nem volt párhuzamos. Tehát akkor annyit kéne csinálni, hogy odamész és állsz egy helyben. Hát azt nem lehet elrontani, csak akkor meg a kötelező elemek nem biztos, hogy meg lesznek, ugye? Azért ez így nehezít rajta. Az, hogy itt tartott ez 10 meg 12 évvel ezelőtt is, hogy
megpróbáljuk alásni a másiknak a részvételét. Tehát a sportlövőinknek a botránya, a Djokovicnak a Covid cirkusza, és azért jegyezzük meg, hogy a cirkusz kifejezést használtam, tehát a nyelv az reagál a cirkusznak a színvonalára, hogy bizonyos dolgokat cirkusznak hív, de lehet, hogy nem a mai cirkuszra reagál ezzel, hanem az ókorira. Meg ez, hogy egy 15 éves kislányt ilyen szinten használsz arra, hogy politikai szándékot vagy véleményt fejezzél ki, hogy nem jutnak el odáig, hogy a, tudod, lefussák, levívják, lekorcsolyázzák azt a számot, meg lelőjék azt a pontszámot, amiről szó van, mert már ott tartunk, hogy megpróbáljuk megakadályozni, hogy a másik egyáltalán kijusson egy versenyre. És hogy ez mennyire ilyen színvonalon aluli, bármiről is legyen szó, hogy a sportszerűsége nincsen. Milyen érdekes erkölcsi példát akar a sport állítani magáról, amikor azt a viselkedést, azt sportszerűségnek nevezi. Vagy angolul fair play-nek, de az is a sportra utal. Tehát, hogy az életben, amikor nem tisztán hajtod végre a műveleteket, hogy hozzájuss valamilyen előnyhöz, akkor azt sportszerűtlennek, vagy sportszerűnek hívják, állítva ezzel, hogy a sport az, amelyből kiolvasható a helyes viselkedés. És egyébként lenne is. De annyiszor nem látom a nyomát, amikor azonnal elvetődik valaki, tudod, és fogja a térdét, és amikor a bíró nem ítél meg pontot, akkor hirtelen felgyógyul. Hogy ez a sok színjáték, meg ez a sok áskálódás, az, hogy így mást keversz dopping botrányba, és hogy nem tudom, beutazási engedély megvonás a módszered arra, hogy az illető nem érethettessen meg a sportágában. Ez ilyen olyan, hogy így az utolsó kanyarban elvérzik az, hogy egyáltalán megrendeztük-e a versenyt. Azzal meg egyetértek, amit a Dávid mondott a cirkuszról, hogy én szerintem a kor függvényében, ahogy egyre idősödsz, azt gondolom, hogy a musicaltől és a cirkusztól egy picit úgy annyira válsz el, hogy még tisztelheted azt az emberi teljesítményt és a rengeteg munkát, mégsem azt szórakoztat úgy igazán, és tényleg lehet, hogy a gyereket viszed oda. És nyilván van egy törzs közönsége, csak tudod, szeretném látni az MTV-n azt a műsort, amiben a bohócok bemutatják a luxus kecóikat $3 milliárdból, hogy hol vannak ezek a sztárok, míg a futballhoz tartozik ilyen, és mondok még egy sikerüzletágat, a Forma 1-et, vagy Formulát, ahol meg konkrétan rámondják, hogy a száguldó cirkusz, tehát hogy ott meg nem átallanak a cirkusszal való összehasonlítástól. De aztán időskorodban megint visszajön a musical, meg a cirkusz, csak akkor már egyben van, és operetnek hívják. Mert le kell menni Spárgába megkánkánozni, tehát egy valamilyen akrobata mutatvány tartozik a musical előadáshoz. Cirkusz és cirkusz között is van különbség, tehát a Cirque du Soleil-nek például olyan produkciói vannak, amik Las Vegasban folyamatosan megtölti, tehát a szórakoztatóipar... Ez nem egy lakmuszpapír, tasnádi basszus, hogy tudod, mennyi pénzt költöttem arra, hogy elmenjek Cirque du Soleil-re, amit megvetek és undorodom ettől az egész műfajtól? Mert ott voltunk abban a városban, ahova nem akartam menni, de mondom, jó van, megnézem, hogy milyen az a hely, amiről azt mondom, hogy szerintem rettenetes. És valóban láttam egy előadást, amiről azt lehet elmondani, hogy megtöltik, tehát hogy egy este, mit tudom én, 5 hotelnek a több ezer férő helyes csarnokát tölti meg, 5 különböző előadással a Cirque du Soleil-nek, ami elképesztően szervezett, lenyűgöző mondjuk ilyen logisztikai szempontból végignézni, hogy jé, valaki beesett a vízbe, de nem mászott ki a szélén, mint egy nyomorult, hanem így búvárok ott beúsznak és kiviszik, hogy az artista ne zavarjon, amikor már vizes, akkor már nem érdekel senkit, csak amíg röpköd. És mindehez egy olyan zenei program, hogy semmi elegancia nincsen abban, ahogy legyőzi a szívedet, hogy feltegyen egy tétet, hogy akkor én most választok egy műfajt, vagy egy nemzetet, vagy egy zenei, tudod, egy
egy irányzatot, amivel én most lenyűgözlek ez alatt, hanem akkor ott egyszerre a japán dobos, az indonéz sípos csávó, meg a kínai hegedűs, a erhun, meg az afrikai dobos, meg az afrokjuben akárki, az mind egy zenében benne legyen, hogy minél inkább 2 perc zene alatt itt a közönség minden egyes dobogó szíve meg legyen nyerve, szirupos, tehát hogy tudod, el tudsz kapni egy rovart, egy cseppmézzel, te meg hozol egy kamionnyit, és így telelövöd tűzoltóslaggal a fészküket. Körülbelül ezt éreztem, és így úgy voltam vele, hogy szépen ugrálnak, nagyon profi, de ennek a tizede elég volna egy könycsepphez, és így azt gondolom, hogy az olyan méltóbb művelet volna azzal szemben, aki ezt éppen megfigyeli. Ízléstelen, ez van. Nekem ez nagyon furcsa, mert ez a szépen ugrálnak, tehát ha ennyi jön le neked abból, amit mondjuk ezek a légtornászok nyomnak, hogy szépen ugrálnak, ügyesek végül is, nem látunk ilyet gyakran. Tehát, ilyen alapon nincsen olyan emberi teljesítmény, amire ne lehetne ezt mondani, hogy jó zenél, ez a Kurt Cobain, viszonylag jól pöngeti a gitárt. Nekem tudsz, nem jön be annyira. Mi más tudsz mondani az Andy Warhol festményekre azon túl, hogy olyan kis szép? Tehát érted, hogyha nincs benne tartalom, mert egyszerűen most azon, tehát ez műfaj. Hogy mondjam, legyőzni a gravitációt, az egy tartalom. De tehát, hát ne, nem győzték le. Fölugranak, földobják. De értem, hogy ugranak, és elkapják egymást. Ott minden egyes másodpercben olyan teljesítményt látsz, amit a 6 milliárd emberből 60 tud megcsinálni. Tehát ez szerintem önmagában fantasztikus. És ezt mondom az Andy Warholra is, aki meg egyedül tudta ezt megcsinálni, legalábbis az elején, hogy olyan kis szép, hogy úgy jó ránézni az ő festményeire. De tartalmat azt így nem... Tehát mit gondol a világról az, aki artista? Mit gondol a világról az Andy Warhol? Gondol-e, van-e egy olyan komplex képe, amit ki tud fejezni a világról, ahogyan mondjuk, mit tudom én, a Bachnak vagy a József Attilának volt? Tehát most ez, hogyha van igazságtalanok is, tehát nem... vagyunk, megint mondom, hogy ők nem szellemi műveletet, hanem testi műveletet hajtanak végre, valamint a zenével lelki próbálnak, hát akkor, csak túlerőben. A Bach mit gondolt a világról? Hát így megszólaltatott hegedűket, hangokat, hát... Szerintem most ezt jól lefejtük, tehát hogy akkor... Most erre miért nem lehet azt mondani, hogy én bementem egy Bach koncertre, hát logisztikai csúcs teljesítmény, hogy ott volt egy orgona, meg 15 nem tudom én, zené, de egy nagyon átlagos dolog volt, nagyon átlagos. Jó, nekem nem adott semmit, és én simán lehetem képzelni, hogy neki tényleg nem adott semmit. Ettől még a Bach nagy művész, és a teljesítménye, az életműve kiemelkedő, nagyszerű. Tehát én amikor valami ennyire kiemelkedő, ennyire unikális, ennyire érezzük, látjuk, hogy ez nem megismételhető, akkor megadjuk ennek a tiszteletet. Én tisztelem tehát szerintem... azt, hogy ennyire commerce dolgot senki nem hozott még létre. Tehát így, hogy talán a Modern Talking volt ennyire korvináruház konfekciósztály válfáról leakasztott ilyen tömegtermék. Tehát így nagyon szépen eltalálták, hogy mi az, ami a legtöbb embernek tetszeni fog. És kénytelen vagyok ennek ellenállni, mert én, tudod, az én feladatom annak abból a 2000 fős közönségből annak a 15 embernek a lelki üdve, aki ebből hajlandó tovább lépni valamihez, ami majd mélyebb rás benne, és jelent is valamit. Én valahogy osztom mindkettőtöknek a sztoriát, mert így igazságtalanok vagyunk. Te most, Dávid, például úgy próbálod elérvényteleníteni a cirkusznak a jelentőségét, hogy egy verbális műfajt helyezel vele szembe, aminek sokkal könnyebb dolga van abban, hogy kifejezzen valamit, míg mondjuk egy táncelőadás, vagy egy cirkuszi előadás, az elmondhatja a címét, hogy nagyjából így sejtsed, hogy mi van. Ugye egy összművészeti valamiről beszélünk, ahol mondjuk a díszlet is hozzáad ahhoz, hogy elmondja, hogy ez hol játszódik, míg a egy narratív műfajban valaki 50 oldalon keresztül leírhatja, hogy hol vagyunk, nekik azt ott fel kell építeniük.
utána viszont tényleg csak a mozgásukkal pontosan azt tudják csak elmondani, ami történik, hogy ott most valaki meghal, meg táncol, meg születik, meg sír, gyenge vagy erős, sokan vannak kevés ellen, vagy szerelmesek, vagy tudod, a szexet valahogy megjelenítik egy ilyen násztánc formájában, de nem tudnak olyan elvont fogalmakat eltáncolni, hogy mi lesz akkor, ha jövő héten túlerőben közelít az ellenséges haderő, vajon oldalról támadjunk-e? Jó. Tehát, hogy ez nekik nincsen esélyük. Nekem a tánccal is megvan ugyanez a problémám, és akkor most egy kicsit elvontabb talajra mennék ennek a kérdésnek a kapcsán. Szerintem a művészetek, legyenek bármilyen neműek is, azok tudnak reflektálni a valóságra, és a valóság és az igazság közti hártyára is tudnak reflektálni. Tehát, hogy mit látsz rajta keresztül. De egész egyszerűen, hogyha megpróbálod valahogy egy ilyen valóságból merítkező tudati konstrukcióval, ami ilyen például a nyelvünk, így megmeríteni az igazságot, akkor az átfolyik rajta. Ezt nem fogod tudni így lereagálni. És én már a valóságot is nagyon szűknek érzem. Az, hogy a valóságból találtunk egy ilyen rajzeszközt, azt, hogy mi a szellemet, mi a tudatunkat használjuk elsődleges kommunikációra, a nyelvet, hogy kitaláltuk ezt a csatornát erre, ez szerintem a materiális valóságnál sokkal nagyobb távokat tud lefedni. Az, hogy egyáltalán el tudjuk képzelni a negatív számokat, az, hogy a lehetetlent el tudjuk képzelni, olyan dolgokat, amiket soha nem fogunk megtapasztalni vagy meglátni. Ezért mondom azt, hogy én úgy érzem, hogy szűk a testnek a síkja, és ugyancsak szűk a szellemnek a síkja. Szerintem szűk a nyelv is. De igen, mert az a szellemnek a síkjában pontosan. Amelyeket mondjuk lehet, hogy vizuálisan, de lehet, hogy egyszerűen a tudatodon belül tudsz megélni, igen. És soha nem fog szavak formájában kijönni belőled. Ezt amikor mondom. Tényleg érvényes lenne azt mondani, hogy erre nincsen szó, nem azért, mert nem vagy jó alkotó, hanem mert annyira nagyszerű és összetett dolog, hogy egy élet volna elmagyarázni, hogy mennyire csodálatos, igen, amit láttál. Ezt mondom, hogy van, hogy még a szellem se elég, pedig azt egy sokkal tágabb konstrukciónak érzem, mint a testnek a síkját. És én, aki még a valóságot is szűknek érzem, és idegesítőnek, hogy nem tudunk egyszerűen olyan tartalmat vagy művészetet fogyasztani, ami egy konkrét és részletes képet adna nekünk az igazságról, akkor a testnek a síkját azt meg még szűkebbnek érzem. Tehát, hogy én szerintem a szellem az valami sokkal tágabb. Nem igazán, mert én nem igazán értem, hogy miről beszélsz, mert nincsenek ehhez definiálni kéne, hogy igazság alatt mit értesz. Mert nem hallgattad meg azt az adást, amiben a dolgok hármasságáról beszéltek. Lehetséges. Csak úgy én jól értelmezem, hogy te azt mondod, hogy a verbalitással több dolgot el tudunk mondani, mint tánccal. Igen. Ez biztos egyébként. Szerintem meg egyáltalán nem. Szerintem a tánc például, vagy a zene, az egy sokkal egyetemesebb eszköz. Sokkal több emberhez elérsz, és azért megnézel egy táncművészt, aki... Te ezért mondjuk commerce. Nem commerce. Hát nagyon sok emberhez elérsz, de nem tudod annyira pontosan kifejezni. Több ember látja, de nem annyira részletes. Nem, sokkal pontosabban tudod kifejezni, mert nincsenek nyelvi határok, hanem mimikákat látsz, mozdulatokat látsz. A zene a lelkeddel kommunikál. Ha valamit el akarsz mondani a másik lelkének, és azt tánccal mondod, akkor sokkal-sokkal egyszerűbb dolgod van. De félreérthető leszel. Tehát valójában művészeti ágak együttműködése tud a legjobban hatni. Egy ízléses elegyben, ez nagyjából a filmdráma egyébként. Tehát amiben a zene kinyitja a lelkedet, és a dialógus pedig pontossá teszi, hogy mit akarunk ebben a lelkiállapotban neked megőrzésre átadni. Ha csak beszélsz, nehéz az embert meggyőzni. Nagyon művészien kell kifejezned magad, hogy itt tudod kinyissa benned azt a befogadó készséget, hogy úristen, ez az ember ezt a csodát tette, nyilván őt egy erős viszony fűzi ehhez, míg ezt egy aláfestő zenével gyakorlatilag egy perc alatt meg tudod nyitni az emberben. Csak tudod, ezek olyan fegyverek, hogy ebből olyan hármat, négyet csokorba fonsz, és lesz belőle egy ilyen ténylegesen szükséges és elégséges érzelmi output, amit beletolsz az emberbe. De ha 55 ilyen fegyvert veszel magadhoz, minden nemzet zenéjét, 40 ugráló artistát, búvárt, és alattad egy üzemelő kaszinó van, és te ezt ott nézed, azt gondolom, hogy nem templomba mentünk Isten tiszteletre véletlenül, hanem a piacra. Fordíts meg! Napot kívánok! Érdeklődni szeretnék!
Tessék parancsolni. Vezetékes telefonunk van. Az SMS számunk egy mobiltelefonszám. Mi akkor ilyenkor a kell? Mobilra tessék küldeni 0630. Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk. 0630. 01. 30. Igen. 011 0725. Tessék visszaolvasni. Na, adj ide. Igen, pillanat. 06. 01. 01. 1 nincs, csak 6. 0630 011 0725. Tessék, adom át a... valakinek a telefon. Na. Ennyi csókolom. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Ha már úgy is felvetődött a dolgok hármasságával kapcsolatos adásunk, megint ebbe csúsznánk bele, ugye többször elhangzott már a műsorban az a megfigyelés, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség hármasra felépül a szabadságra, a liberalizmus, az egyenlőségre, a kommunizmus, a testvériségre pedig a nacionalizmusnak az elve. Az egyik legtipikusabb hármasság, hogy ugye test, lélek, szellem. Keressük meg ennek a három ideológiának nagyjából, vagy mondjuk választunk három ideológiát, és keressük meg az ő szellemüket, a testüket, vagy szellemiségüket akár, és a lelküket. Mert hogy Dávid, neked van egy érdekes állításod. Én azt érzem, hogy mindegyik hiány szenved valamiből. Tehát, hogy amit beszéltünk abban az adásban is, hogy a 666 mi van, hogyha egy arányszám, amikor a háromból csak kettő van meg, ugyanúgy így azt érzem, hogy ez a három dolog, ez úgy alkot egy egészet, hogy egymagában mindegyik beleesik abba a hibába, hogy csak kettő adatik meg neki. Szerintem, akkor most ezt hívjuk úgy, hogy klasszikusan ilyen, tehát mondjuk hívjuk baloldalnak. Én azt érzem, hogy sokkal érdemesebb vitatkozni ezekkel az emberekkel, akik így a baloldalon mozognak, mint azokkal, akik a jobb oldalon mozognak. Azért, mert nekik van egy elképzelésük a világról, felismerik a problémákat, és aztán adnak rájuk, hát szerintem többé-kevésbé rossz megoldásokat. Tehát, hogyha én hallgatok akár egy számot, most eszembe jutott egy, amit nemrég hallottam, az LMPTQ-ról szól, egy ilyen aktivista videóklipje, vagy hogyha hallok valamit, ami így arról szól, hogy a rasszizmus egyenlő rossz, akkor elfog engem egy ilyen végtelenül kellemetlen érzést, mert azt érzem, hogy olyan dolgokról beszélnek, amiket a jobb oldalon, ahol ezek az emberek hát többé-kevésbé megvetnek, vagy megtipornak, tehát hogy ahol ez a rasszizmus kérdésköre, vagy a homofóbia kérdésköre javarészt felburjánzik, azok az emberek tudják. Ott nem arról van szó, hogy ők ne lennének okosak, ne értenék, mert értik ők, csak arról van szó, hogy őket ez nem érdekli. Ők az együttérzésnek vannak hiány. Ők azt gondolják, hogy az ő megoldásaik a világ problémáira, mondok egy példát, mondjuk a szociális háló kérdése, szerintem nincs olyan ember a jobb oldalon, aki ne tudná, hogy hát ez egy rossz politika, hogy a gazdagok gazdagodnak, a szegények szegényednek. Viszont ők úgy állnak hozzá, hogy az emberek csak egymáshoz képest gazdagok, tehát hogyha mindenki másnak rosszabb, akkor nekem jobb lesz. Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy ők a léleknek vannak híján. A bal oldalon... Ez nagyon csúnya kijelentés, mint ahogy az is, hogy nem érdemes vitatkozni az egyik oldalra, de értem, és figyelek, és majd teszek föl kérdéseket. Nyilván most sarkítok ezekben, de a bal oldalon meg azt érzem, hogy ott vannak ezek a felismerések, amikor így azt mondja neked egy baloldali, hogy felismeri ezt a problémát, hogy veszélyben a bolygó, globális felmelegedés, kihalás, szegény teknősök, és kérdezett, hogy és szerinted erre mi lenne a megoldás, hogy a nagyvállalatokat presszionáljuk, kevesebb károsanyag kibocsátás, valami, és így néz rád, és azt mondja, hogy neked van már fémszívó szálad? Hogy ők ezeket a problémákat meg egyszerűen nem értik. Bármennyire is tudatában vannak, én azt érzem, hogy kevésbé érdemes a jobb oldalon vitatkozni, mert a baloldaliak érveire te rá tudsz cáfolni. Ott arról van szó, hogy van egy tárgyi tévedés. Azt akartam kérdezni, hogy mit jelent az, hogy érdemes vitatkozni, hogy szórakoztat a vita, vagy van esély a meggyőzésre, tehát hogy mi a vita célja, hogy azt érdemesnek lehessen nevezni. Csak érted, hogyha ott van veled szemben egy olyan ember, aki ilyen ízig-vérig rasszista, akkor neki hogy érvelsz?
Vagy mit mondasz el? Mert nem érveket hozol fel, hanem megpróbálod így megcsiklandozni egy kicsit ezeket az ilyen együttérzéseit, vagy megpróbálod a lelkére próbálsz meghatni, de tulajdonképpen nem a szellemére. Tehát nincsenek érveid. Nem tudom, hogy el tudod-e végezni ezt a műveletet, mert érveket hozni amúgy szerintem tök felesleges, valóban megcsiklandozni az együttérzését, az helyes. Én azt gondolom, hogy amit mondtál, mondjuk a baloldali érzésű ember, az a saját érzései szerinti problémát fogja észrevenni, mondjuk egy szociális problémát, de a jobboldali érzésű ember meg az ő számára fontos problémát veszi észre, az, hogy nincs az embereknek kapcsolata Istennel, vagy nem számít neked az, hogy a te véred, vagy a te nemzetedhez tartozó ember az előrébb való legyen, mint aki tőled távolabb él, vagy hogy te össze akarod nyitni az osztályokat, már pedig nem vagyunk egyformák, és ezt el kell ismerni, hogy az úgy van, és ő erre keres problémát, tehát ne várd a jobb oldalra, azt de érzem, ahogy mondod, mintha azt mondanád viszont, hogy a jobb oldal potensebb. Tehát, hogy ő jobban meg tudna oldani a problémát, viszont a probléma, amit talál a bal oldal, az számodra fontosabb probléma, mert azt mondjuk nem, hozzád közelebb áll. Nem számomra, de én eleve úgy érzem, hogy a bal oldalon az emberek sokkal szolidárisabbak egymás iránt. Tehát, és tudod, hogyha a bal oldalon valaki elveti ezeket a problémákat, amiket a jobb oldalon felismernek, amiket te most mondtál, például az Istenhez való kapcsolatot, akkor neki el tudod magyarázni. A bal oldalon, aki elveti a melegségnek mondjuk a problémáját, vagy a rasszizmusnak a problémáját, neki mit magyarázol el? Mindent pontosan tud, csak nem érdekli. És így ezért azt érzem, hogy a jobb oldalon, minthogyha nem lenne, vagy hogy mondjam, mint az autós kártyákon van ez a három érték, hogy mennyit fogyaszt, meg milyen gyorsan megy, meg mit tudom én, és hogy én, bár ugye a fogyasztásból kevesebb a jó, tehát hogy nem lesz jó most a példám, de hogy a jobb oldalon valahogy így a lélek szenved hiányt valamiből, ez az együttérzés, ez a... Tehát, hogy nincs... Ezt tényleg nem bírom máshogy mondani. Valószínűleg onnan jön ez a megfigyelésed, és csak csúnya így kimondani, de már pedig el fogjuk osztani a test, lélek, szellemnek a hiányát a szocializmus, a konzervatizmus, meg mondjuk a liberalizmus között, de valószínűleg onnan jön, hogy az egyén felelősségét többre tartja a jobb oldalon valaki, hogy tudod, így tettél volna magadért, vagy segíts magadon, Isten is megsegít, hogy a te sorsodban te egy aktív szereplő vagy, míg aki baloldali, az könnyelműbb ebben, és együtt érez azzal, aki akár nem tett annyit, de ő is ember, és akkor én az én munkámból adok neked, hogy neked is annyit legyen. Ő egy ilyen könnyebb lelkű ember. Nem tudom, hogy a lélekkel való rendelkezés feltétlenül csak az együttérzésre tesz hajlamossá, mert a lélek az kapcsolat egymás között, de kapcsolat az isteni világhoz is, és lehet, hogy a baloldali ember az a másik élőlénnyel való összekapcsolódásban erős, amikor a lelki műveletet végzi, míg a jobboldali ember pedig felfele néz, és nem oldalra. Én azt vettem észre, hogy értem, hogy mit akarsz ezzel mondani, de én azt vettem észre, hogy ezek az ilyen igazán konzervatív vallásos arcok, ezek dogmatikusak. Tehát, hogy ők a valláshoz, nekik dogmatikus kapcsolatuk van elég sokszor. Független, tehát nem kérdőjelezik meg a saját vallásokkal kapcsolatban. Igen. Is valószínűleg. Tehát ők kedvelik azt, hogy valami körül van írva, és már van valahogy. Ezért is konzervatív, ő azt konzerválná. Megfigyeltük, talán megfejtettük, nekem úgy már kényelmes, hogy ez legalább már ki van találva. Míg aki újító, progresszív, most akkor ezt osszuk le, ezt a lapot a liberálisnak, ő meg mindenfélét kipróbál, nem biztos, hogy az a jó megoldás, de tudod, ő ilyen kis elektron héjként így körbe rajongja a lehetőségeket, hát ha talál valami újat. Hát csinálná, hogyha a liberalizmus meg nem az eddig nem említett harmadikból szenvedne hiányt, ami a test. Szerintem ma már nincsenek liberálisok. Ugye a klasszikus értelemben vett liberálisok, akik mondjuk a véleménypluralizmust, hogy mondjam, így tiszteletben tartanák. Tehát, hogy ezek az emberek nem léteznek. Ez a szektás hangulat jelenleg akár az országon belül, akár a világban, bárhol, ahol jobb és baloldal csap össze. Eleve ezért kapták ezeket a neveket, hogy jobb és baloldal. És a liberalizmus, ez maradt liberalizmus, mert az eltűnt, az elvesztette a testét. Tehát az állításod az, hogy a szocializmusnak nincs szelleme, a konzervativizmusnak nincsen lelke, a liberalizmusnak meg nincsen teste, de legalábbis hiányt szenved ezen, a,
ezen a pilléren. Igen, én azt, hogy nincsen teste, azt elég jól át tudom élni, hogy ez azt jelenti, hogy nincsen tömege, hogy nincsen lélekszáma, hogy nincs valójában feltöltve vele egy párt, mondjuk. Hogy erre gondolsz. Az, hogy nincsen lelke, én ezt azért itt töltöd, nekem rossz érzésem van, hogy egy ilyen kijelentést teszünk, de én azt mondom, hogy a lelki irányultsága az egyiknek az a, az Istenhez akar kapcsolódni, a másik meg a többiekhez. És ezért szociális az egyik, és ezért konzervatívabb és Istennel élőbb a másik. De azért ott a keresztény szocializmus azzal mit teszünk? Keresztény szocialistákkal. Ők kik? Németországban meghatározó politikai gondolat. Hát akkor ők valószínűleg nem katolikusok, mondjuk. Tehát van bennük valamennyi progresszió, ami lehet, hogy arra tereli őket, hogy valamilyen református ágazathoz vonzódjon jobban, mert azért nyitott valamekkora változásra. Szerintem ezek az ideológiák sokkal sokszínűbbek és sokkal fragmentáltabbak, mint hogy le lehetne írni, hogy a baloldal ilyen, a jobboldal ilyen, a liberális ilyen. Ezek az ideológiáknak vannak nagyon-nagyon szélsőséges, eltorzult koncepciói, mit tudom én, nyilván te azt mondod, hogy egy jobboldalit miért győzködnél arról, hogy rasszista, hiszen ő rasszista. Az én saját tapasztalatom szerint az én véleménybuborékomban a jobboldali embereknek egy töredéke rasszista. Uh-huh. A baloldali embereknek egy töredéke kommunista, vagy egy töredéke genderfasiszta, mondjuk. Tehát, hogy ez egy sokkal bonyolultabb dolog, és azt is látni kell, hogy mind a három nagy szellemi irányzat az nagyon-nagyon sokat adott a világnak. Tehát miközben a szocializmus, meg különösen a létező kommunizmus, ez egy borzalmas dolog volt, a közben nem élne ilyen jól, ennyi anyagi biztonságban a világ nyugati fele, szociáldemokrácia vagy szakszervezetek nélkül. A jobb oldalnak meg szintén van szerepe, mert igenis van egy csomó intézmény, a család, a haza, egész egyszerűen ez a nemzetek közti szolidaritás, a nemzeten belüli szolidaritás, ami szintén egy fontos dolog, szintén fontos értékek vannak benne, amiket érdemes képviselni. És a liberalizmus is ugyanez, hogy nagyon-nagyon sokat adott. Ma már nem azért nincsenek liberálisok, pusztán, mert elfogytak a szabad szólás hívei, hanem azért, mert a liberalizmus bizonyos tekintetben ennek a nyugati civilizációnak a győztes eszméje. Valójában ma már a mainstream baloldali, jobboldali pártok liberálisak. Hisznek a piacgazdaságba, hisznek a magántulajdonba, ezek is a liberalizmusnak a születésénél fontos dolgok voltak, és emellett hisznek a szólásszabadságba is, aztán persze a gyakorlat szintjén ez mindig tud módosulni, meg változni, de igazából a liberalizmus ilyen értelemben egy győztes eszme, amelyik mind a két nagy szellemi áramlatot megfertőzte, miközben azok is átfertőzték egymást. Csak szerintem, amikor mondjuk úgy hívjuk ezeket a, nem tudom, ezeket a social justice warriorokat az USA-ban, hogy neoliberálisok, mondjuk azok sokkal inkább tartoznak így céljaik mentén a baloldalhoz, mint a liberalizmushoz, mert hogy egy szociális terv, vagy egy szociális megoldás az, aminek ők a mentén elindultak ezen az úton, nem pedig egy olyan, ami elsősorban a szabadságjogokat érinti. A neoliberális az nem, az egy más, tehát a neoliberálisokat azt nevezzük, aki gazdasági értelemben nagyon liberális. Azok a social justice warriorok meg egyáltalán nincs közük hozzájuk. Tehát Amerikában a jobb oldal az, amelyik neoliberális, meg nyilván a demokrata pártnak a centruma. A social justice warriorok meg harcolnak a neoliberálisokkal szemben. Tehát ők szemben állnak, miközben egy másik tengelyen meg hát szélsőséges is annak klinisztikus nézeteket gondolnak a társadalomról. Jó, meggyőztél, vagy értem, tehát hogy értem fogalmilag. Én most nyilván kulturálisan értettem, nem gazdaságilag ezt a neoliberális valamit. Szerintem, ami még tök érdekes jelenség megfigyelni, most ez arra jutott eszembe, amit mondtál, hogy valójában ezek a social justice warriorok is rasszisták, ugyanúgy, ahogy és értem, hogy a jobb oldalon nem mindenki rasszista, de szerintem klasszikus értelemben vett ilyen, nem tudom, feketéket és cigányokat gyűlölő rasszisták, azok sokkal nagyobb számban vannak a jobb oldalon, mint a bal oldalon, vagy a
hát vagy létező, vagy nem ez létező liberálisok az között. De mind a kettőt, a baloldal rasszistái, ezek az ellenrasszisták, és a jobboldal rasszistái, az szerintem ezen tök jól le lehet így modellezni, hogy miért érdemesebb, most a rádióhallgatóknak mondom, hogy csinálok ilyen idézőjelet így a levegőbe, miért érdemesebb az egyikkel vitatkozni, mint a másikkal. Azt érzem, hogy a jobboldal rasszistái meggyőződésből rasszisták. A baloldal rasszistái megoldásként rasszisták valamire. Őket meg lehet győzni, nekik el lehet magyarázni, hogy ez nem megoldás. A jobb oldalon, mintha csak az önös érdek vezérelni őket. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en. Szóval arról beszélgetünk állítólag, hogy a szocializmusnak nincsen szelleme, a konzervativizmusnak kevesebb a lelke, a liberalizmusnak pedig a hiányterméke a teste. Arról is megemlékezett a Dávid, hogy a 666-os számmal kapcsolatban is azt figyeltük meg, hogy az is azt jelenti, hogy kétharmad. Tehát az ezernek a kétharmada, mintha bármilyen hármasságból hiányt szenvedne egyből, és a másik kettő az ennek a kárára lenne benne erős. Ugyanakkor, miközben itt körbebántjuk ezt a három nagy ideológiát, még elmulasztottuk szerintem rendesen lebántani a szocializmust, hogy annak miért nincs szelleme. Én hát mondjuk a szellem alatt akkor értsük így az értelmét, de ezt már próbáltam így érinteni, hogy rossz megoldásokat ad egy problémára. Aha. Tehát, hogy ott, amikor így azt érzem, hogy mindháromban van egy bukfenc, akkor mindhárom ideológiában, akkor én itt azt érzem, hogy itt a dolognak az értelme sérül. Hogy akkor ezt elmondom most is, ez ilyen kulisszatitok, mi ezt az előbb a szünetben már megbeszéltük, hogy... hogy én már azt megszoktam kapni, hogy miért idegesít fel engem jobban az, hogyha rosszul van dizájnolva egy ketchupos tubus, mint hogyha valaki rasszista tweeteket írogat ki Twitterre, mert hol máshol írna tweeteket. És hát azért, mert az egyikben érzem ezt a tudatosságot, hogy egy mérnök ember azt a ketchupos tubust megdizájnolta, és én sokkal szívesebben beszélek olyan dolgokról, amikről úgy érzem, hogy így nincs reflektálva, vagy hogy így nem... Hogy itt az értelemmel kéne kommunikálni, és valamire felhívni az emberek figyelmét. És én azt érzem, hogy szívesebben vitatkozom egy baloldali emberrel, szívesebben foglalkozom a PC-vel, ami egy ellenrasszizmus, mint az originál, ilyen jól megtermett fickós rasszizmussal, azért, mert az egy megoldásként jött létre. Szándékolt, mérnökölt, sok munka árán tudatosan helytelen, míg a másik dűből, amit jobban elnézel, igen, mondjuk. Nem nézem el jobban. Több fogás van rajta. Megint azt jelenti, hogy érdemesebb vele vitatkozni? A baloldalival érdemesebb vitatkozni, mert nem találok semmi fogást azon, aki rasszista. Mit mondjak neki? Minden tud. Uh-huh. Csak nem érdekli. Uh-huh. Nyilván egyébként jobban lehet beszélgetni egy olyan emberrel, aki ezeket a népszerű baloldali egyetemi teóriákat számon tartja, meg ezekről gondolkodik, mint valakiről, aki három feles után cigányozik egy méreteset. Tehát, hogy szerintem ez inkább erről szól. Nyilván egy rasszista emberrel, mit tudom én, a fiatal Thomas Mannról köztudomású, hogy elég erősen antiszemita volt, de hát nyilvánvalóan akkor is egy ragyogó szellemnek kellett lennie, még hogyha voltak jelentős korlátai, amit aztán később meghaladott és felülvizsgált. Egyébként, hogyha már ennyire próbáljuk tipizálni ezeket a különböző szellemi áramlatokat, én nekem a baloldallal vagy a szocialista embertípus gondolkodásával van ilyen. Inkább pont az a bajom, hogy és azokkal van a baj, akiknek nincsen lelke. Mert valójában az a hiánycikk szerintem baloldalon a jobb oldal egy sokkal empatikusabb és egy sokkal megértőbb közeg olyan szempontból, hogy az emberi társadalmat látja a gyengeségeit, látja a visszásságait, és látja benne az embert, aki egy olyan lény, aki tele van ellentmondással, gyengességgel, önzéssel, stb., és azt mondja, hogy ezt valahogy próbáljuk keretek közé, jogszabályok, erkölcsi szabályok közé szorítani. Ellentétben ott van a baloldali ember, aki ugyanezt látja, de ő azt mondja, hogy fogni kell ezt az embert, és egy új embert kell belőle gyártani. Ki kell mosni az agyát, megtanítani arra, hogy hogyan kell rendesen működni, és ő ezeket a gyengeségeket el akarja törölni.
ami nyilvánvalóan egy teljesen őrült utópia, mert ilyenek vagyunk, így vagyunk összeszerkesztve, és ebből jönnek a baloldalnak, ami nem következne magából az ideológiából, az ilyen elképesztő brutalitása, totalitárius rendszerei, hogy meg akarják változtatni az embert. Ezt egy konzervatív nem akarná. Ezért gondolom azt, hogy inkább ott a lélekkel van probléma, de nyilván ez se a baloldal egészére jellemző, hanem azokra a szélsőségesekre, radikálisokra, akik túltolják, és azt gondolják, hogy pusztán ebben az eszmerendszerben van az igazság, és nem gondolnak bele, hogy a másik oldalnak, meg a harmadik oldalnak is megvannak a maga igazságai. Miután mi itt a példánkban, ami nem biztos, hogy a valósággal összeillő puzzle darab, azt a három jószágot próbáljuk elosztani a három ideológia között, hogy test, lélek, szellem, figyelmeztetnék rá, hogy abban elég könnyű egyetérteni, hogy a liberalizmus a testet vesztette el. Így viszont, amikor azt mondjuk, hogy akkor a lelkiségnek mégis inkább a szociális ideológia van hiány, akkor új magyarázatot kell találnod neked, Tasnádi, hogy akkor hogy kerül a hiányterméke, a szellemiség, mint hiánytermék át a konzervatív oldalra. Mert akkor oda jön ki a matek, vagy akkor rúgjuk föl a paradigmánkat, hogy ez egy hülye játék. Én azt gondolom, hogy tehát szerintem, hogyha egy konzervatív vagy egy baloldali ember kellően empatikus, kellően nyitott, van benne lélek, van benne szellem, van benne akár test is, még tehát van ereje, hogy valami nyomot hagyjon a világon, akkor azok azért nagyon egy helyre gravitálnak. Azt gondolom, hogy azok a működőképes társadalmak, ahol, mit tudom én, ilyenek a mondjuk a dán, a norvég, ahol megtörtént ez a fajta kiegyezés a társadalom különböző gondolkodásai csoportjai között, és az mindjárt egy élhető társadalmat jelentett. És vannak azok a társadalmak, amelyek folyamatosan széthúznak, ellenségeket keresnek egymásba. Egyébként látjuk, hogy ez már északra is betört, tehát hogy a korszellem az e felé vezet, akik egymásnak esnek, és a másiknak az eltörlésén, megsemmisítésén jár az agyuk, nem azon, hogy hogyan kössünk bölcs és olyan kompromisszumokat, amik mindenkinek megfelelnek, vagy majdnem megfelelnek. De te most azt mondtad, hogy egy olyan konzervatív ember, akiben mind a három megvan, de biztos, hogy ő akkor konzervatív? Tehát egy olyan konzervatív ember, aki mondjuk eléggé szociális, tehát lehet mondjuk kulturálisan konzervatív, mondjuk. Vagy vallás tekintetében konzervatív. De hogyha mondjuk ez a konzervativizmusa, ez rá nyomja a bélyegét az ő szociális ideológiáira, vagy szociális készségeire, akkor már is hiányt szenved belőle, tehát például, hogyha homofób, akkor itt már is találtunk egy hiánycikket, ha pedig nem az, akkor nem egy teljesen konzervatív emberről beszélünk, hanem olyan, aki mondjuk szociálisan, ő egy ilyen szocialista ember társadalmilag. Mindjárt a homofóbot is szerintem definiálni kéne. Tehát egy fóbia az egy félelem. Fél a meleg emberektől? Miért fél? És kinek a nevében? Gyerekkorában zaklatták? Akkor azt mondjuk, hogy neki van egy pszichológiai problémája, amit terápiában így úgy meg kell oldani. Utálja a homokosokat, akkor nem biztos, hogy a fóbia a jó szó, hanem ő valamilyen gyűlöletviszonyban van, és akkor már mindjárt hiányzik belőle az a fajta empátia, amit én fontosnak tartok. Viszonylag konzervatív ember nyilván a katolikus egyház feje, ő azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy elítéljem a bűnös. Szerintem egy konzervatív attitűdből, tehát azt értik félre baloldalon, hogy sok konzervatív ember azt mondja, hogy nem, ez az életmód, ez bűnös, de ez csak annyit jelent az ő szájukból, hogy bűnös, mint ezer más dolog, például bűnös az, hogy én sokat iszom alkoholt. Bűnös az, hogy én házasság előtti szexuális életet élek. Azért nézzed meg, hogy mondjuk egy Magyarországon egy Pride ellen hány ember megy ki. Tehát mi az a tömeg, amit mi homofóbnak, meg ilyen félelmetesnek, tehát hogy az nem a jobb oldal, az az 50 ember, aki megjelenik egy Pride elleni tüntetésen, és nem a konzervatív emberek egészen.
Na jó, de hát most, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy mit jelent azt, hogy homofób, hogy nem így homofób, hanem úgy, akkor szerintem itt maximum azt a csúszkát állítjuk, hogy mennyire szenved hiányt valamiből, például a szocializmusból, tehát a szociális készségekből, de nem azt, hogy hiányt szenved-e. Tehát, hogyha egy kicsit, hogyha olyan rendesen, istenesen homofób emberről beszélünk, aki így jön két csávó kézen fogva, és így a szájukba hány, már hogyha ez nem túl buzis, akkor nyilván ő ebből a szociális készségéből nagyon nagy hiányt szenved. Hogyha egy kicsit kevésbé rasszista, és most akkor... Hány ilyen jobboldali van? De tehát... nem azt mondom, hogy sokan vannak, vagy pont, hogy keveset, tehát nem állítok ezzel kapcsolatban semmit. Csak... Hát azt mondtad, hogy az egész jobboldal te a homofóbiával azonosítottad. Nem. Most keressük azt a kék fog uralkodót, aki egyesíti a törzseket. Én tudod, azt mondom... Hogy próbáljuk elképzelni ezt az übermenst, aki mindhárom ideológiát olyan jó arányjal tartalmazná, és hogyha egy kicsit több már benne a szociális érzék, akkor vajon milyen konzervatív erénynek lesz hiány. Tehát, hogyha csak, ha csak ezt mondja, hogy szerintem bűn, vagy hogy ne lehessen házasodni az azonos neműeknek, ez azért egy kicsit, hogy mondjam, tehát, hogy én ezt így kevésbé érzem homofóbnak, mint azt, hogyha a szájukba hányna. Nyilván. Igen, de itt még csak azt a csúszkát állítottuk, hogy ő egy kicsit kevésbé van hiány a szociális együttérzésnek, nem azt, hogy hiány van-e vagy nem, és hogyha annyira feltoljuk ezt a csúszkát, vagy pont, hogy le, éppen ahogy Móriczka elképzeli, akkor azt tudjuk megállapítani, hogyha valakiben nagyon konzervatívként nagyon sok szociális együttérzés van, és mondjuk társadalmilag mindenben egyetért a szociálisokkal, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy ez az ember teljesen konzervatív, vagy hogy akkor róla már úgy beszélhetünk, hogy ő egy konzervatív ember. Mert szerintem például társadalmi kérdésekben, együttérzés tekintetében a baloldalnak, a szocialistáknak nagyon jó meglátásaik, terveik, hogy mondjam, tehát hogy nekem szimpatikusak az ő megoldásaik. Mondjuk, hogyha kultúráról beszélünk, akkor nekem nagyon tetszenek a jobb oldalnak a megoldásai. Az a keretrendszer, amit ők nyújtanak, az egyetemes valami, az az összetartozás, amiről ott beszélünk, ott nekem nagyon tetszik a konzervativizmusnak az ideológiája. Ha mondjuk emberi jogokról beszélünk, akkor a liberalizmus tetszene, vagy mit tudom én, szólásszabadságról, akkor itt már a liberalizmus az, ami tetszik nekem. De tehát, hogy én csak ezt akarom elvitatni, én nem vagyok benne biztos, hogy ez így megállja a helyét, hogy egy olyan konzervatív ember, aki mondjuk nagyon érzékeny szociálisan, mert akkor az már nem feltétlenül egy konzervatív ember, vagy hogyha kulturálisan vizsgálod, még lehet az, de így az ember egészét tekintve én nem biztos, hogy rámondanám. De gondolj bele, hogy egy konzervatív ember nagyon sok esetben vallásos, tehát a jézusi tanokat Európában, a jézusi tanokat követi. Annak a Jézusnak a tanait, aki nél azt hiszem, hogy szociálisan érzékenyebb ember, nem hiszem, hogy találunk. De az egész világtörténelemben. Tehát, hogy őt azért nehéz überelni. És a konzervatív hagyománynak ez igenis nagyon-nagyon aktív része. Az a különbség, hogy másként képzelik el. Tehát a konzervatív ember, senki nem, se a konzervatív, tehát a konzervatívok nem mondják azt, hogy nincs szükség szociális hálóra. A konzervatívok azt mondják, hogy szükség van szociális hálóra, de például adjunk ebbe a helyi közösségeknek, falu közösségeknek, mit tudom én mi, helyet, terepet, egyénileg, nem egyénileg, hanem a kis közösségek menedzseljék ezt. A nagyon jó példa van a Scruton nevű angol filozófus, nála olvastam, meghalt már pár éve, nála olvastam, hogy ő mondta, hogy az a különbség, hogy a szocialisták meg a baloldal között, vagy a jobboldal között, és a példát úgy mondta el, hogy ő Amerikában is élt, meg Angliában is, Anglia volt a szocialista ilyen értelemben, amit már a szocialisták nagyon megfertőztek. Mondta, hogy ő Amerikában élt, egy kis faluba, a legközelebbi város 30 kilométer volt, és ott úgy oldották meg a mentőnek a kérdését, hogy a falu, vagy az kisváros összedobott egy mentőre való pénzt, volt 3 ember a faluban, akinek odaadták a mentőnek a kulcsát, hogyha bármi baj van, akkor te menjél bele, és amikor
a kis Joe félre nyelt valamit, akkor fogták kis Joe-t, berakták a mentőautóba, megnézték, hogy a három közül ki az, aki alkalmas állapotban van, és bevitte a kórházba mentőautóval, meg nyilván a helyi orvosnak a kíséretébe. És azt mondja, hogy ez annyiba került, hogy egyszer összedobtak egy mentőautóra pénzt. Ugyanez Angliába, már otthon, tehát neki otthon, Angliába úgy működött, hogy volt 30 kilométer, ugyanúgy egy kisebb faluba lakott, szintén 30 kilométerre volt a kórház, és amikor a kis Joe beteg lett, akkor be kellett telefonálni a kórházba, onnét jött ki a mentőautó, és vitte be a kis Joe-t. Kétszer annyi időbe került, miközben maga a rendszer háromszor olyan drága. Mert egy profi mentőautó van benne, egy profi diszprécser, stb. Nem használja azokat a társadalmi energiákat, amiket egy konzervatív ember szívesen használ a különböző problémák megoldására. Tehát szerintem a szocialista meg a jobboldali gondolkodás között nem a problémának a detektálása a különbség, nem az érzékenység a különbség, hanem az egyik azt mondja, hogy mindenhova állami intézményeket hozzunk, és aztán persze nyilván jöjjenek a civilek. Ő a jobboldali meg azt mondja, hogy jöjjenek a civilek, egyházak, stb. Azok nézzük meg, hogy azok mit csinálnak, és hogyha nagyon-nagyon kell, akkor hozzunk állami intézményt. Ez csak két, és nagyon sokszor ugyanoda fut ki, ugyanaz lesz a megoldás mind a kettőből, ha normális emberek csinálják. Van egy kis gondolatom itt azzal kapcsolatban, hogy az előbb itt megpróbáltuk megint elosztani, hogy kihez melyik hiányt rendeljük, és akkor a Tasnádi azt állította, hogy rendeljük inkább a lelkiség hiányát a szocialistákhoz, és ebben az esetben azt mondtam, hogy akkor viszont a szellemiség hiánya jut a konzervatív oldalra. De azt hiszem, hogy ez így egészen a helyén lehet, mert nevezzük inkább úgy a szellemiséget, hogy kreativitás, és ugye a liberális oldalnak a feladata minden hülyeséget kitalálni, amiből majd valami működik, és a konzervatív oldalnak a feladata fejet hajtani igazából, és tisztelni azt, ami ezek közül egy neki is megfelelő megoldás volt, és ezt megőrizni a történelmen keresztül, hogy gyerekek, egyszer véletlenül így rátaláltunk valamire. Tehát ilyen szempontból tudod, Jézus liberális, aki a kés hegye ad egy új megoldást, egy olyan megoldást, amire utána 2000 évig a másik oldal megfelelő lelkiséggel azt mondta, hogy én ennél jobbat nem is állok neki kitalálni, hanem tudod, lehajtott fejjel ennek a szabálynak megfelelek, mert ennél jobbat tudod, számomra még nem tettek az asztalra. És azért ez egyfajta szerénység. Tehát nem azt mondom, hogy nincsen egy ugyanolyan burjánzó kreativitás valakiben, akinek a lelkisége amúgy jobboldali, viszont sokkal nagyobb öncenzúra, önkritika van bennem, mert ez egy ilyen szerénység, hogy a szabály többre tartom, mint a saját alkotásomat, mert nem kell mind a 8 milliárd léleknek óriási nagy feltalálónak lenni ezen a világon, a legnagyobb esélye arra van, hogy nekem se kell valami újat kitalálnom. Abszolút nem értek egyet. Jó. Tehát szerintem itt volt egyszer, azt hiszem december végén beszélgettünk, itt felolvastam egy könyvből azt, hogy mondjuk a verseknél a kötött forma, hogy soha nem jutná el oda a gondolatot, hogyha nem a forma rácsán próbálnád át passzírozni. Nekem amikor kreativitásról beszélgetünk, akkor a baloldal kreativitása az ilyen posztmodernnek tűnik, tehát hogy ott minden művészet, ott különböző kövek vannak, meg ilyen ásványok, amiket a Hank gyűjt a Breaking Bad-ben, tehát hogy ott arról van szó. A jobb oldal pont a keretrendszer miatt az, hogy képes áthelyezkedni egy más szellemi állapotba, az, hogy azt a különböző szellemi síkot, amin ő egyébként nem őshonos, képes leuralni, képes kifaragni a márványból azt a szobrot. Én ezt a keretrendszert és az ebben való gondolkodást sokkal nagyobb kreativitásnak tartom. Mm. Mm-hmm. Egyébként, mondjad. Csak annyit akartam mondani a liberalizmushoz, hogy ilyen értelemben, a lelkiség értelmében, tehát szociális érzékenység értelmében a liberalizmus az, ami a legmesszebb áll, mind a konzervatívoktól, mind a szocializmustól, mind a konzervativizmustól, hiszen a liberalizmus a 19. században az egyet jelentett a manchesteri kapitalizmussal, tehát az Anglia, ahonnét felemelkedik a modern politikai liberalizmus, az a
legkeményebb, tehát hogy az emberi jogok is egyébként onnét jönnek, hogy az már egy következő lépcső valójában a tulajdonjogok, a polgárnak a biztonsága, a biznisznek a biztonsága az első, és azt feszítik tovább és tovább, amíg el nem jutunk abba a modern és nagyon jó emberi jogokig, de valójában a legkeményebb és a legérzéketlenebb kapitalizmusnak a képviselője a liberalizmus, amikor megjelenik az eszmék piacán. Hát persze, de pont ezért van szükség mind a háromra. Szerintem azt nagyon jól elmondta abban az ominózus adásban a Robi, hogy az egység, van ez a szavunk, hogy volt az egy, és a kétség az nem kétszer ennyi, hanem két darabra hasadt, és ezt sose tudod már újra összeragasztani, de tudod egyesíteni a háromban. És ezt nem magyaráztuk el, hogy miért tudod egyesíteni a háromban, de én azt gondolom, hogy azért, mert kell egy háromszög ahhoz, hogy be tudj húzni egy súlypontot. Tehát, hogy a háromszög szögeiből tudod megállapítani, hogy hol van az egyensúlyi pontja ennek a háromszögnek. Mintha egy bottal nem lehetne egyensúlyozni, most ezt úgy mondod. De értem, jó, de érted, hogy a bot az már... a kétséget nyelvtanilag feloldja a hármasság, ami egy megnyugtatóbb De a bot sem egy egyenes. Tehát, hogy az egyenesnek annak nincsen egyik tengely mentén kiterjedése, érted? Tehát, hogy a bot az egy 3D-s objektum. Én értem, hogy tudod egyensúlyozni, de annak is van minimum három pontja. Az egyenesnek nincs, tehát, hogy ez egy ilyen absztrakt konstrukció. És itt eszembe jutott egy Churchill idézet, amit hát, hogy vagy mondott, vagy nem. Szerintem egyébként itt egy fogalmi hibába esett az ember, de a gondolat minden esetre érdekes. Ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve. Ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze. Szerintem ő itt a liberális, és most te is ezt mondtad, hogy itt ez a szív vagy a lélek, ez a liberalizmushoz kapcsolódik. Itt nyilván ő kihagyta a szocializmust, meg a testet, meg szerintem én még mindig úgy gondolom, hogy ide szocialistát kellett volna írni liberális helyet, de a második világháború ilyen duális háborús környezetében engedjük már meg a csávónak, hogy ne három oldalban gondolkodjon, vagy hogy akár egy ilyen kis fogalom zavarba keveredjen. És szocialistával ismerem ezt a mondást. Te szocialistával is van? Igen. Akkor lehet, nem is tévedett az emberke. Hát, nem tudom, az igazából nyilván igaz, hogy mind a három ideológiának van egy csomó pozitív, és van bizonyos értelemben negatív oldala. A probléma azért a korszellem. Azért ezt látjuk, hogy manapság liberalizmus alatt vagy a liberalizmust egyre inkább ezzel a woke-hópi helyérzékenységgel azonosítjuk, a baloldaliságot egyre inkább ezekkel az erőszakos egyenlősítő törekvésekkel, a konzervativizmus meg a trollfésszel. Tehát, hogy igazából mindegyik ideológia ebbe a 21. század elején így kifordul önmagából, és egy olyan táncot kezdenek el járni, amit így nem is értünk, mert valójában tényleg, tehát, hogy a tankönyvi liberalizmushoz, az elmúlt 100 év liberalizmusához mi köze van a hópihességnek? Nagyjából semmi. Valójában mi köze van a teljesen őrült és esztelen költekezésnek ahhoz a szociáldemokráciához, amelyik azt mondta, hogy hozzuk egyensúlyban a kapitalizmust, és hozzuk egyensúlyba a munkásoknak a jogait, a munkásoknak a jövetelmét, kapcsoljuk valamennyire az általuk előteremtett értékekhez, és így ezt lehetne sorolni tovább. A kérdés az, hogy ez meddig fog tartani, hogy ez a világszellem ez egészen addig fog pörögni és pörögni, amíg nem okoz egy háborút, vagy egyszer csak, mint egy gyufa lángja, hirtelen kihúny, és megint elkezd közép felé menni az emberi, vagy a nyugati társadalmak többsége. Nagyon jó, amit mondasz, meg én abszolút egyetértek, és tök érdekes gondolatokat ébresztett fel bennem. Például azt, hogy kinek lehet ez érdeke? És arra jöttem rá, hogy ha nem is érted, hogy működik ez a háromszög, ami alá van támasztva egy tűvel ezen a súlyponton, akkor is te valahova oda születsz, vagy neked az alapvető neveltetésed, vagy az alapvető személyiséged a háromszög egy pontján elhelyez téged. És
akár csak a véletlen is odasodorhat téged, amikor észreveszed, hogy ez elkezd alattad elbillenni, hogy így kitapasztalgatod empirista módon, hogy nekem most át kell rohannom, hogy a másik irányba billenjen, jaj, túl rohantam, jaj, kicsit jobbrább. És amikor megtalálod ezt a súlypontot, akkor vagy szerintem egy olyan felelős értelmiségi, vagy felelős gondolkodó, akinek a lába alól ki akarják húzni a talajt, és erre nincs más megoldás, csak hogy magának a billegésnek az intézményét szüntessük meg, kapcsoljuk ki a gravitációt. Valaki, tudod, az az ösztön hajt egy ilyen háromszögön, ami egy tűhek a hegyén egyensúlyozik, hogy ha az billen, akkor mindannyian meghalunk, ezért oda fogok szaladni, ami újra egyensúlyt teremt. Valaki viszont továbbra is a közvetlen környezetében akarja a problémát megoldani, és azt látja, hogy a háromszög egyik sarkában valaki bajban van, és én oda szaladok, hogy várjál, segítek. De mindenki oda szaladt egyszerre, és mindannyian elpusztultunk. Tudod, leesett ez a háromszög. Hiába próbálkoztál. Én azt hiszem, hogy az a, itt nem a valamelyik ideológia bűnös valamiben, hanem a totalitarizmus. Tehát, hogy amikor valamelyik azt állítja, hogy ez az egyetlen feladatunk, a másiké nem fontos, mindenkinek ezt kellene csinálni, mintha az emberiség az egy szem ember volna, akinek választania kell, mert az ideje véges, a figyelme véges, és egyfelé tud figyelni, miközben hány milliárdan vagyunk. Tehát mindig a számodra fontos problémán fog elég, elvtársad. De ezt értsük úgy, hogy az elveiddel osztozó személy dolgozni, és az, hogy valaki más, a másik ideológia mentén teszi az ő dolgát, ami az ő fajtájának fontos, az nem veszel tőled, nem szünteti meg a tiédet, ha csak ő nem válik totalitáriussá. Tehát azt kell igazából elkerülni, hogy ezt táplált, hogy azt állítsd, hogy ami a számodra legfontosabb, az kéne mindenki számára a legfontosabb legyen. Mert ez öli meg azt, hogy ez egy egyensúlyba kerüljön, hogy azt merjük állítani, hogy ez a három dolog nem közel egyformán fontos, és nem egyensúlyba hozandó, hanem az egyik az egy métej, a másik pedig az isteni. Igen, én sem kapcsolnám ki a gravitációt, mert szerintem az emberi létezés, meg a személyiség fejlődés, a társadalom fejlődésnek a legfontosabb része ez az, hogy próbáljuk egyensúlyba hozni a különböző érdekeket. Tehát, hogy szerintem ez fontos mindannyiunknak, és jó, hogy van. Nem én kapcsolnám ki, nem ezt állítottam, a hatalmi elit. Azt akarja, hogy minden súlytalan legyen, hogy senki ne találhassa meg a középpontban de a szerepét. De ez valami anarchia lenne, akkor meg ők hogy maradnak elit? Tehát így lekapcsolják a fizikáról, nem tudom, kirepülnek az űrbe. De értelek. Az az igazság, hogy én nem hiszek a hatalmi eliteknek a gonoszságába, meg az összeesküvésekbe, mert az a helyzet, hogy az emberek vannak annyira hülyék, hogy külső segítség nélkül is elrontsák a dolgokat. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.